Immár negyedik alkalommal köszöntötték az újszülötteket a Mogyoródi Pillangós óvodában. A hagyományteremtőnek szánt programon a nagyközség polgármestere Babic László is tiszteletét tette, akivel a remek kezdeményezésről és a település gyermekszületési helyzetéről beszéltünk. Az újszülöttek köszöntése az a sikeres Mogyoród program része, amelyet meghirdettünk 4 évvel ezelőtt, és ebben a programban kiemelten igyekeztünk kezelni a közösségteremtést, a hagyományig megtartását és új hagyománynak a bevezetését. Ennek egyik eleme volt az újszülöttek köszöntése. Egyfelől büszkék vagyunk arra, hogy Mogyoródon a korfánk még mindig olyan, amely az országos átlag feletti, kedvezőbb, tehát fiatalabb település vagyunk, és szeretnénk, hogyha ez így is maradna, és ezért igyekszünk elismerni, és hát megmutatni azt, hogy büszkék vagyunk azokra a családokra, ahol gyermeket vállalnak. Másrészt ezt az óvodánkban, a Pillangós óvodában rendezzük meg, és ide, ebbe az óvodába várjuk majd ezeket a gyermekeket 2-3 év múlva, amikor az óvodáskor telélik, és itt láthatják, hogy milyen jó körülmények között jöhetnek majd, és tölthetik el a napjaikat óvodásként. Mi jellemző a mogyoródi éves születésszámra? Hát azt kell mondjam, hogy az elmúlt évben egy olyan tendencia alakult ki, ami nem túl kedvező, tehát sajnos idén kevesebb gyermeket köszönthettünk, mint az elmúlt évben, de ez még mindig, ha az országos átlagot nézzük, a fölött van, és azért bízunk benne, hogy ez meg fog fordulni, talán éppen ennek a kezdeményezésnek köszönhetően is. Szeretettel köszöntöm Önöket ezen a kedves műsoron, ami Mogyoródon meghonosodott és kedves hagyománnyá vált az újszülöttek köszöntésén. Az önkormányzat különös gonddal biztosítja a településen felnövekvő apróságok számára a biztonságos, fejlődés segítő környezetet. Ennek ékes bizonyítéka ez a gyermekintézmény is, amely 2009-ben került jelenlegi formájában átadásra. Ez a tornaterem, amely helyt ad ennek a bensőséges kis ünnepségnek, minden nap gyermekzsivajtól hangos. Kívánom, hogy 1-2 év múlva ismét itt találkozzunk, amikor egészségtől piros arcú leendő ovisaink szüleiként köszönhetem Önöket újra. És egy asszony, aki gyereket tartott kebelén szólott: beszélj nekünk a gyermekekről. És ő mondta: a ti gyermekeitek nem a ti gyermekeitek, ők az önmaga után vágyódó élet fiai és leányai. Általatok jöttek létre, de nem ti tőletek, és bár veletek vannak, nem a tiéitek. Szeretetet adhattok nekik, de nem a gondolataitokat, mivel hogy saját gondolataik vannak. Istápolhatják a testüket, de a lelküket nem, mert az ő lelkük a holnap házában lakozik, ahová ti nem látogathattok el, még álmotokban sem. Igyekezzetek, hogy olyanok legyetek, mint ők, de ne akarjátok őket olyanokká tenni, amilyenek ti vagytok. Mert az élet nem halad visszafelé, és nem maradoz el a tegnapnál. Ti íjak vagytok, amelyekről gyermekeitek, mint élő nyilvesszők pattannak ki. Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és meghajlít benneteket hatalmával, hogy nyilai gyorsan és messzire szálljanak. Szolgálja a ti hajlásotok az íjász kezében a boldogságot, mert amiként szereti az elrepülő nyilat, úgy szereti ő az íjat is, amely helyben marad. Dr. Csikós Gellértné óvodavezető megható nyitóbeszéde után a Pillangós óvoda Csigabiga csoportja tartott előadást. Oh,
Az intézményvezető külön kiemelte az óvoda rugalmasságát. Tavaly még nem én vezettem ezt a műsort, idén pedig megfelkeresés és megkeresés útján dőlt el, hogy minket választottak. A két épület közül talán ez az alkalmasabb, hogy ennyi embert, újszülöttet befogadjon, és talán ez az oka, hogy éppen ez az épület az, amelyik otthont ad ennek az eseménynek. A törvény azt írja számunkra elő, hogy 3 éves kortól jöjjenek a gyermekek hozzánk. Ez alól akkor tehetünk csak kivételt, hogyha a 3 éves korosztállyal nem tudjuk feltölteni a helyeinket, férőhelyeinket. Ekkor lehetőség van arra is, hogy a 2,5 évet betöltött szobatiszta babákat is felvegyük. Erre igen nagy igény van Mogyoródon. Az apukák mellett többségében az édesanyák kísérték el a csöpségeket, akiket külön ajándékkal köszöntöttek a rendezvényen. Ezt kifejezetten, amikor meghonosítottuk, azt gondoltuk, hogy az anyák napjához kötjük, és így mindig május hónapban ajándékozzuk meg az édesanyákat, újszülötteket, ilyenkor hívjuk ide a pillangós óvodába, és itt köszöntjük őket, és ez kimondottan az anyák napjához közeli. Az idei évben 23-ára került, de volt már május 3-án is, tehát nagyon közel anyák napjához. Mivel kedveskedtek idén az anyukáknak, a pici babáknak? Hát úgy gondoltuk, hogy egy kicsit vállalunk szerepet abban, hogy az anyagi ráfordításban egy kicsit besegítünk. Egy 10 000 forintos kóputalványt adunk minden anyukának, és szeretnénk, ha ezt a gyerekek igényeire költenék, illetve ahogyan látták, egy szál rózsával köszöntjük az édesanyákat, amit a polgármester úr ad át. Azoknak a mogyoródi családoknak, akik személyesen nem tudtak megjelenni az eseményen, természetesen lehetőségük van átvenni az utalványt a polgármesteri hivatalban.